Lépjünk tovább a következő fához, ez pedig a körtefa, mert ahogy mondtam, a lisztharmat mellett az atkákkal is küzdünk. Emlékeznek talán a múlt héten a dió nemezes, illetve szemölcsös gubacsatkáját mutattam be, erre menjünk. Most pedig a előkertben álló nagy körtefán láthatják a körte gubacsatkának a terjedését. Emlékeznek rá, nem ez a kis sárga, ez a körte rozsda, ez most nagyon visszafogottan terjed, hiszen nem kedveznek ez a nagyon száraz melegítő. De ha ide fölnézünk, akkor a halványzöld kitüremkedéssel induló tavaszi atkatámadás most már itt tart. Azért mutatnám ezt meg közelről is, rögtön le is veszek egy levelet, mert sokan összetévesztik a varasodással. Hát ez nem a varasodás, ha megfordítják a levelet, akkor látják az élénk elhatárodó barna foltokat, a levél színén is feltűnik, és egy kis kiemelkedést, vastagodást is láthatnak, hiszen ez az atkának a nyálától megvastagodó bőrszövet tulajdonképpen, ennek a védelmében élnek az atkák, ezen keresztül a kontakt atkölőszerek már nagyon nehezen hatolnak át. Körtére, almára, tehát az alma termésűekre engedélyeztek atkölőszereket bőven, puskázok, Envidor, vagy Envidor, Vertimac Pro, Zoom, és kiemelném a Nissorunt és a Fumite-ot, mert ezek úgynevezett translaminális hatással is rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a levél színére kerülő atkölőszer át tud hatolni a levélen, és a levél fonákán is meg tud jelenni. Tehát egy takácsatka esetén, ha nem sikerült tökéletesen a permetezésünk, akkor is hat ez a készítmény. Talán még a gubacsokba is behatolnak. Ebben nem vagyok biztos, tehát a legfőbb védekezési időpont az továbbra is a tavaszi rügypattanáskor elvégzett olajos lemosó permetezés, vagy kénes olajos lemosó permetezés. Nem veszélyes a kártétel, egy-egy ág végén látjuk csak a tüneteket, tehát csak emiatt nem kell felvenni a permetezőgépet, és nem kell permetezni.